irodalomba is, tehát elég jártas vagyok, meg elég sok mindent energiaügyekbe ugye magamévá tettem, de ez egy abszolút rövid, akár agykontrollos mantra is lehet, csak ennyi. Egészséges, boldog és sikeres vagyok. Ennyi. Ezt mondani egy laza állapotba, amikor kiüríted az agyad, amikor mész a munkahelyedre, amikor a munkahelyeden most egy pillanatra csönd van, akkor ezt beteszed. Nem kell hozzá meditatív állapotba kerülni. Elég, ha egy kicsit lecsendesíted az agyadat. Ezt annyiszor csináld, ahányszor eszedbe jut. Nem azt mondod, hogy leszek, de hát nem, hogy egészséges, boldog és sikeres szeretnék lenni a jelen, most. Tehát, hogyha de az agyadnak azt üzened, hogy a jelenben ez van, akkor az agyad úgy veszi az üzenetet, és úgy működik. Amit én még hozzáteszek, meg hozzá, javaslom hozzátenni, egészséges, boldog, sikeres vagyok, hála neked, Istenem. Mert a hála az, amiről mindig megfeledkezünk. Pedig a hála az, ami a további segítséget, a további energiát transportálja. Jó? Ez nagyon szép. Egészséges, boldog és sikeres vagyok. Hála neked, jó Isten. Jó Isten vagy Isten. Isten, de mindegy. Ne cifrázd. Na te jössz. Egészséges, boldog és sikeres vagyok. Hála neked, jó Istenem. Én is beleteszem, hogy jól, igen. Nagyon jó, mert ez belülről jött, ez az üzenete. Tehát ezt így fogalmaz. Ez tényleg egy mantra, de ez a leglecsupaszítottabb része a vágyainknak. Mert hogyha egészséges vagyok, akkor tudok dolgozni, akkor elviselem a mindenféle bajt, nehézséget, terhet. Boldog vagyok, mert képes vagyok mindent megcsinálni, és sikeres vagyok, mert az egészségem, az örömöm folyamányaként, amit csinálok, az sikerülni fog. És megköszönöm a jó Istennek. Ennél komplettebben az életprogramot nem igen lehet megtenni.